Újra Harry Potter lázban ég a világ. Vasárnap Angliában volt az új film, a Harry Potter és az Azkabani fogoly bemutatója. A vörös szőnyegen biztonsági őrök között lépkedő szereplőkre rengeteg rajongó, autogramvadász várt, és persze televíziós tábok, köztük az RTL klub is. Korábban egyébként felröppent a hír, hogy a Warner Brothers szeretné lecserélni a gyerekszínészeket. A rendező, Alfonso Cuarón azonban ebben nem egyezett bele. Szerinte az lenne a legjobb, ha a sorozat végéig a már ismert színészek játszanák a lassan felcseperedő roxforti diákokat. A filmbeli karakterek gyerekekből lassan tinédzserekké válnak. Az őket játszó színészekkel ugyanez a helyzet. Ráadásul ők így még jobban képesek azonosulni a szerepekkel. Ez fantasztikus dolog. Ha tervek szerint ér véget a sorozat forgatása, akkor a gyerekszínészek éppen 19 évesek lesznek. Úgy kellene 17 éves diákokat alakítani. Az Azkabani fogoly rendezője szerint ezzel nincs semmi gond, ez lenne a legjobb megoldás. Az új Harry Potter film az előzőeknél sokkal félelmetesebb. Ahogy cseperednek a karakterek, úgy történnek egyre hátborzongatóbb dolgok velük. Ez a film sokkal sötétebb, félelmetesebb, mint az eddigiek. Szerintem jobban ráijeszt majd az emberekre, de azért fantasztikus. Sokáig vita volt, hogy ki helyettesítse a tavaly elhunyt Richard Harris-t, azaz Dumbledore professzort. A választás végül Nagy-Britannia egyik legnépszerűbb színészére, Michael Gambonra esett, akit a magyar nézők többek között az Álmos vagy Legendája című filmből ismerhetnek. A fiatalok azért szeretik azt a történetet, mert arról szól, amit minden gyerek át szeretné élni. A fiúk mind Harry Potterek, a lányok Hermione Grangerek szeretnének lenni. Az új film bemutatóját abban a tudatban nézhették végig a rajongók, hogy a következő negyedik rész sincs már túl messze. Már forgatjuk a negyedik rész kezdő jeleneteit. Az igazi munka júniustól kezdődik. A szinte a kamera előtt felnőtt gyerekszínészek szemlátomás nem csak a szerepeikbe, de a sztárságba is beletanultak. A bemutató előtt futószalagon adták, felváltva az interjúkat és az autogramokat. Mindenkivel kedvesek és udvariasak voltak, de csak arra a pár másodpercre, amíg a riport tartott, utána már léptek is tovább a következő újságíróhoz. Harry Potter tehát tovább hódít, bűvöl, repül, varázsol, hamarosan már a magyar mozikban is.